Debrecenben lépett pályára a Nyíregyháza Spartakusz a Merkantil Bank Ligában a Deac ellen. A Spariból több alapember is hiányzott. Hornyák Marcell, Pap Máté és Jánvári Gábor is sérült, így rájuk nem számíthatott a szakmai stáb. Ennek ellenére a szurkolóitól is támogatott Nyíregyháza kezdett jobban, és az első félidőben több helyzetet is kidolgozott. A 16. percben ötvös szabadrúgás a centikkel került el a kaput, majd a 25. percben Papucsek már betalált, de Les miatt nem adta meg a játékvezető a gólt. A 34. percben megint Papucsek veszélyeztetett, ezúttal fogta a fejesét a Deac kapusa. A játékrész utolsó percére is jutott egy Spari helyzet, ekkor Kovács lövésénél mentettek nagyot a hazaiak. Fordulás után kiegyenlítettebb volt a játék, és kevesebb volt a helyzet. A 64. percben veszélyesen kontrázott a Deac, de a nyíregyházi védőknek sikerült utolérni Székelyt és menteni. A 85. percben aztán megszerezte a vezetést a hajdúsági csapat, jobbról érkezett a beadás, Nagy pedig a kapuba lőtt. A hajrában mindent megtett az egyenlítésért a Nyíregyháza, a 91. percben pedig Hamed fordulásból centikkel lőtt mellé, így maradt az 1-0. A Spari 3 győzelem és 1 döntetlen után először szenvedett vereséget a bajnokságban. Szerdán már újabb forduló következik, Győrbe utazik a csapat és az Eto vendége lesz, majd vasárnap hazai pályán játszik az együttes a Kazinc Barcika ellen. A Nyíregyháza Spartakus jelenleg a 4. helyen áll a tabellán. Sorsoltak a női röplabda CF kupában. A Fátum Nyíregyháza nem volt túl szerencsés, mivel az első fordulóban egy BL indulót kapott ellenfélnek. A Bajnokok Ligája első fordulójában résztvevő német Allianz MTV Stuttgart és a fehér orosz Minsk párharcának vesztesével találkoznak a miénk november 10-e és 12-e, valamint november 24-e és 26-a között. A Fátum idegenben kezdi majd a párharcot.